Szerencsére nem hosszú a mai lista, de azért történt egy-két elszomorító eset az elmúlt 24 órában. A friss rendőrségi hírekkel dr. Kékesné Gyimóti Marianna rendőralezredes érkezett ma is a stúdióba. Mi minden volt? A hírek elejére kívánkozik mindenképpen az a tegnapi eset, ahol két fegyveres rabló próbálta meg kifosztani dél körüli órán a Tudományegyetem ifjúságúti pénztárát. A pénztáros nő éppen a pénzt számolta, amikor az ablakhoz lépett a két ismeretlen férfi. Az egyik rabló fegyverrel a kezében felszólította a pénztáros nőt a kasszában lévő összeg átadására. Ám ekkor az amúgy néptelen folyosón megjelent egy diák, és ezt látva a rablók elmenekültek. Zsákmány nélkül végül is. Hiába érkeztek a riasztást követően néhány percen belül a helyszínre a rendőrök, a rablóknak már eddigre nyoma veszett az egyetemi folyosókon. Szerencsére a pénztáros nő lélek jelenlétének köszönhetően meglehetősen jó személy leírást adott a két fiatalemberről. Ezek a fiatalemberek úgy tűnik, hogy mindenképpen pénzhez akartak jutni, és talán ez volt számukra a banánhéj. Ugyanis nagy erőkkel folytatódott természetesen a nyomozás, és este 10 órakor a Cserkúti Szöllőhegyen szolgálatot teljesítő polgárőr csoport, valamint a kővágó szöllősi körzeti megbízott elfogott két fiatalembert, akik a hétvégi házak között lámpáztak és próbáltak értékeket keresni. Az egyiküknél egy csőre töltött Flóbert pisztolyt találtak, valamint egy gásprét is. A rablók életkora 16 éves fiatalkorú az egyik, és 19 éves a másik, és ők azok, akik a pénztárrablás elkövetésével gyanúsíthatók. Őrizetbevételük is megtörtént még a tegnapi nap folyamán. Történt-e más említésre méltó eset, például balesetekről be kell leszámolnunk? Igen, néhány rövid hírem van még. 7 elfogás történt az elmúlt napon, ez meglehetősen nagy számú. Egy szemét eltűnés miatt köröztek, egy személy lopás miatt, 2 kábítószerrel való visszaélés miatt kerültek őrizetbe, és egy ittas vezetőt is elfogtak rendőreink. Súlyos, életveszélyes, sérüléses baleset is volt tegnapi nap során délelőtt. Egy kanyarodó segéd motorkerékpáros férfi és egy külföldi hölgy által vezetett személygépkocsi ütköztek össze a Hungária körúton, és a motoros férfinak súlyos, életveszélyes sérülése keletkezett. Ismét mögöttünk van egy hét, de előttünk van a hétvége. Mivel búcsúzunk a nézőktől? Mindenképpen a jó időre tekintettel felhívnám elsősorban a motorosok és a kerékpárosok figyelmét, akik az utakon közlekednek, hogy fokozott óvatossággal tegyék ezt, hiszen még szokatlan az autósok számára az esetlegesen megnövekvő számú kerékpárosoknak a gondja. Egyébként kellemes, eseménymentes és húsvétra készülődős békés hétvégét kívánnék a magam részéről. Marian, köszönjük szépen!